azok a kollégák, azok a rendező kollégák, akik nem voltak annyira nagyon rossz véleményben az én munkámról, mint a Tamás, azok is azt mondták, hogy várjunk ki, várjunk ki. Körülbelül egy éve jutott eszembe, hogy meg kéne írni ezt az 5 évet, illetve hát akkor már még ugye csak 4 volt, tehát tudtam, hogy úgy fogom írni a könyvet, hogy az 5. közben figyelem, mert úgy gondoltam, hogy olyan dolgok történtek ott a Nemzetiben az elmúlt 4 évben, amelyek érdemesek arra, hogy valahogy megmaradjanak az utókornak. Azért ez egy nagyon nagy intézmény, bármennyire csak 10 éve épült, azért mikorra én oda mentem, addigra már voltak nagyon nagy nehezékek az ügyben, hogy hogyan és miként tud mozdulni, működni. Ugye süllyesztőrendszer van, tűzoltó van, híres épület van, kert van, szökőkút van, abban már így van. De most már biztos lehet benne vízingyel. Nagyon egyszer, hogy miért nem volt benne víz, amikor nagyon kevés lett a pénz, ugye durván a felére csökkentették az 5 év alatt, akkor ugye mi egy előadást is csináltunk bármilyen furcsányan, max 5 és 8 millió forint között került egy előadás, és a medence meg a víz az egy évben 18 millió forint van. A 18 millió forintban 3 előadást lehet csinálni. Tehát persze nagyon disznóság, hogy nem volt bennem, mert olyan szép a kert is, de hogy én azt fontosabban tartottam, hogy előadásokat csináljunk, mint hogy víz. Ezért kezdtük azzal, hogy az örök lángot azonnal kikapcsolhattam, mert az örök láng, de akár nem, az 9 millió forint egyébként. A gáz, a karbantartás, a speciális műszer, a balesetveszély, a f***n tudja, micsoda. Nekem ő nagyon erősen olyan ember, amilyen az ő színháza. Tehát azt hiszem, hogy azért lehet szeretni. Én nem szeretek mindig mindent. Szeretek. Amit ő rendez, abszolút megmaradt a viszonyunkban egy ilyen polemikus hangvétel, de azért lehet szeretni, mert a színháza mindig kérdező, mindig mai, mindig azzal foglalkozik, amivel, ami ma fontos, mindig a közönséghez beszél, nem üzen, nem állít, nem előír, hogy milyennek kéne lenni, hogy hogyan kéne gondolkodni, hogy mit kéne szeretni, hogy mit kéne üzenni egy előadással, hanem mindig kérdez. És szerintem a kérdező és a leíró színház a jó színház, és nem az előíró színház. Én tehát őt nagyon komoly színház csináló embernek tartom, aki ráadásul nagyon sikeres is volt. Tétje van annak, hogy hogy sikerül egy előadás, hogy azon kívül is tétje van, hogy jól kell, hogy sikerül egy előadás, hogy ezek nagyon erősen ellensúlyozták mindazt az őrületet és elmebajt, ami akár a színház körül, akár körülöttem volt. Ugye ez benne van a könyvben, ez nagyon jó történet, meg én nagyon szeretem emiatt a... Hát meg, hogy ugye már nincs köztünk, és az emberek megpróbálja minél többször megállni azokat, akik elmentek, hogy amikor a Jobbik tüntetett ott az esőben, akkor a garázs bekopogott, csosszokva már, mert akkor nagyon rossz állapot volt, és azt mondta, hogy már úgyis annyira öreg, már beteg is, felajánlja magát túsznak. Hát, hogy igen, csak kiment a Dezső, és ő ezért jött be, tehát ezért a mondatért jött be a házba. A dialízisben ezért jött be a házba, és akkor még fölment a büfébe, akkor a törőcsik kezét szorongat, és akkor bekopogott a hevér, hogy akkor őt hívták verset mondani oda ki, hogy engedem-e. Mondtam, hogy engedj, és ezután jött az, hogy a jobbikosok kértek tőlük áramot, mert ugye az elfelejtettük, adtuk áramot, akkor megkérdezik, hogy bejött a WC-re, persze, gyertek. Az egész annyira abszurd volt, hogy így röhögtünk, de ugyanígy röhögtünk, mert hát nem lehetett vele mit csinálni. Az anyaggyűjtős kérdés az azért érdekes, mert tulajdonképpen nem tudom, hogy amikor kritikát írok, vagy ülök a színházba és nézem az előadásokat, akkor én a dolgom végzem, mint színikritikus, vagy voltak éppen ehhez a könyvhöz gyűjtök anyagot. Hát valószínűleg is, vagy amikor olvasok róla, vagy amikor darabokat olvasom, ez is ugye anyaggyűjtés. Amikor úgy kigondoltam, hogy interjúkat is akarok könyvbe tenni, akkor akit megkerestem, mindenki nagyon boldogan állt kötélnek, mégpedig úgy is,
hogy én azt kértem tőlük, hogy most ne legyen olyan, amit az ember a sajtóban néha megenged, hogy erről vagy arról ne beszéljünk, vagy ne ezt hangsúlyozzuk, hanem azt mondtam, hogy most mivel egy könyvről van szó, pont azokat a dolgokat szeretném megkérdezni, amik maradandóan és hosszú távra fontosak. Nekem nagyon fontos volt, hogy nagyon sok fiatal jöjjön, hogy alkossanak egy ilyen csikócsapatot, hogy olyan helyzetbe tudjam őket hozni, amitől azt érzik, hogy tényleg itt a világ, tehát lehet menni előre. És embereket, személyiségeket választottam, ugye le is írod a könyv, hogy szerintem túl sok egyformát. Én meg azt gondolom, hogy nem egyformák természetesen, de éppen ezért embereket választottam, nem pedig magasat, szőkét, barnát, soványt, kövéret. Leginkább azt mondanám, hogy annyiban egy kordokumentum, amennyiben a Nemzeti Színház elmúlt 5 évének a története, amiben vannak, amit megpróbáltam nagyon elevenné tenni, interjúkkal, azzal, hogy a könyv szerkezete olyan, hogy én írom és Alföldi Robert kommentálja, tehát az ő személyes reflexiói is benne vannak szakmai kérdésekre, tehát ezek valóban színház szakmai kérdések. Megpróbáltam megörökíteni, vagy leírni, dokumentálni valóban, hogy milyen a színház, és nagyon fontos a függelék része. A kiadó nagyon készséges volt, ebben én nagyon akartam, tehát ebben egy mindenre kiterjedő függelék van, az összes előadás összes szereposztásával, azzal, hogy mennyibe került, hogy hány néző látta. Itt nem lehet sumákolni, nem lehet maszatolni a látogatottsággal, meg a költségekkel, mert itt szigorúan a könyvelés alapján, hiszen ezt nem is én írtam, hanem a színházból a emberek segítettek összerakni, azok, akiknek ez volt a dolguk. Ezt a részét is nagyon fontosnak tartom a könyvnek. Nincs benne maszat, nyitott könyv. Itt van, tessék megnézni. Én igazán remekül éreztem magam. Ha az ember belevág valamiben, és ott vannak terve, és azokat a terveit meg tudja valósítani, és az eredmények azok messze túlszárnyalják a saját elvárását, és egy színházat úgy tud igazgatni, vagy úgy tud vezetni, hogy ez társadalmi tényezővé tud válni, akkor egy színházigazgató, vagy egy ember, aki 5 évig vezet egy színházat, az csak boldog lehet.